Üdvözlök mindenkit, szóval ezt mi láthatjátok a League of Legends játék. Az utolsó része a szóló besorolóimnak. És hoztam egy olyan karaktert, aki a szívemben egy nagyon-nagyon kis részét teszi ki, mert utálom, mint az állat a Blitzcranket. Két okból kifolyólag utálom, az egyik az, hogy a jelenléte az, ami instant counterel engem. Ha létezik a counter, akkor a Blitzcrank az, ami instant szokott engem counterelni. Mert egész egyszerűen nem tudok ellene játszani, mindig bepánikolok, és mindig az összes hookba belállok, legyek az bármivel. Illetve az az, hogy a másik dolog, hogy nem nagyon tudok vele játszani. Mert néha napján mennek a hookok, néha napján nem mennek a hookok, ugye ebből következik az, hogy a Blitzcrank az eléggé kétélű karakter, tehát ha tudsz hukkolni, akkor iszonyatosan jó vagy. Ha nem tudsz hukkolni, akkor haszontalanná válsz az egész játék során. És onnantól kezdve egy 4v5-ös játékot kell végigjátszania a csapattársaidnak. No. Ezek szerint nem invédelünk. Pedig a Blitzcrankkel nagyon-nagyon szépen lehet invédelni. És az a kérdés, jó, ezt nem így kellett volna, ezt úgy kellett volna, hogy először is a Jax elnyomja a képességét, utána meg szépen elaltatja, és utána meg én fölütöm. És akkor masszívabb lett volna aztán. Na mindegy. Cserébe még nem tudok hukkolni. Na, a lényeg, hogy ismét van egy Ezreal, de most az velem van. Illetve az enemiben van egy nagyon jó páros, egy Leona, illetve egy Ashe kombó. Ami iszonyatosan jó kombó, és szerintem ez az S, ez kiafkolt. Szerintem ezzel problémák lesznek így. Behúzzam? Hát ahhoz képest. Igen, valószínűleg, hogy kiafkolt. Na mindegy, akkor addig várunk. Mert nem a Leónát kéne behúznom, hanem ugye a papírka AD carry-jét kéne, csak hát ő most gondolom én a kezdő pozícióban van. Majdnem. Azt hiszem, hogy hasznos tagja leszek ennek a játéknak. Azt hiszem, iszonyatosan hasznos tagja leszek ennek a játéknak. Na de mindegy. Valószínűleg ebből remake lesz. Sőt. Bár nem tudom, mostanában nem nagyon értem ezt a remake-et, mert múltkor is valami olyasmi volt, hogy nem lehetett remake-elni, tehát nem engedte a rendszer. És igazából már tényleg én se értem, hogy mikor lehet, és mikor nem. Tehát most mi az éppen aktuális szabályzat erre. Na, van egy Sivana az ellenfélnél, akit azért nem kéne lebecsülni. Illetve ugye érdekesség, hogy teljes mértékben attack damage-es, tehát AD-s teamünk van, tehát semmi AP-ink nem lesz. Úgyhogy az ellenfélnek csak és kizárólag armort kell vásárolnia. Míg nekünk mindenből kellene, hiszen az Orianna az eléggé fájda. Most egy történés szokott lenni. Akárhogy is nézzük. Na, ugye bepróbálom elvinni ezt a nagyot, hogy legyen belőle pénz. Ezek szerint nem remake-elnek, vagy nem tudom. Furcsa. Lehet, hogy nem engedi nekik se a rendszer. Lehet, hogy túl korán volt a first kill, vagy nem tudom. Mi lehet ezzel a probléma? Hát nem szeretem a 4v5-öket. Akkor se, hogyha nálunk van, jó, akkor főleg nem szeretem, de hogyha az enemy-be van, akkor azt se szeretem.
mert az olyan kiegyenlítettnek érzem. Tehát most szegény Leona itt nem sokat tud csinálni. Tehát most... Az a Darius az... A Dariusunk nem tudja kezelni az Olafot. Furcsa. Az nem tudom, most kinek volt jó. Ja, hát nem igazából tudom, mit csinálta Leon, lesz tanulta az ezőt, ne tudjon lőni. Próbálta lassítani a torony vesztét. Ja, itt van a Jaxünk. Levon a már hatos. Kicsit korábban kellett volna dupla V-t rám nyomni, de mindegy. Mindenki máshogy húzzam ugye a Blitzcrank-et, én úgy szoktam, hogy a W-t szoktam először maxolni, hogy a mozgási sebességem, illetve a támadási sebességem minél előbb a maximum legyen, tehát általában úgy szoktam, hogy W-zek, befutok oda, Q, vagy hát elvel fölütöm, és hogyha elmenekülnek, akkor ugye Q-val visszahozom. Tehát én azt a kombót szoktam általában nagyon-nagyon sokszor alkalmazni. Főleg, hogyha nem tudok ugye hukkolni. Tehát a játék elén ugye most láthattátok, hogy én se, tehát így nem megy. Tehát ezek szerint, mert a majdnem egy helyben állós Leónát nem igazán tudtam kiszedni a torony alól, úgyhogy a másik fajta módszerrel fogom, tehát másik fajta kombóval fogom játszani ezt a Blitzcranket. No. És ugye így az attack speedem is nagyobb. Béké hagyni. Jó, az exhaustom az kiment, meg kiment az ezőnek a híje és meg a flash-e is. Mit üt ez a izé? Ez a sárkány. Szép. Szép sebzés. Nem mondom, az igen. Az korrekt. És még úgy, hogy el se vitte a sárkányt. Úgy üt ekkorát a Sivana. Undorító. Nagyon undorító. Na, van itt gyümölcs. Van itt gyümölcs. Úgyhogy én ebből bekajálok. Most ugye a kérdés az, hogy hova tűhettek, valószínűleg hazamentek. Meg ugye már nincsen manám vardom, de addig itt maradok, amíg egyedül vagyok, addig is szedek XP-t, meg próbálok lasszitelgetni, bár nem annyira szokott menni ebben az esetben. De van vardom, akkor miről beszélek? Arról beszélünk, miről beszélek? Istenem, annyira jó vagyok, nem? Tehát ezt meg kéne tapsolni, komolyan mondom. Ez annyira jó volt. Na de állj, hozzá nem nyúltam a Leónához. Akkor az hogy? Jó, én hazamegyek, tehát az Ezreal is hátrafelé ellövi az ultiát. Ki ez? Ki ez az ember? Öcsém. ez kár volt látnunk. Ez nagy, annyira csúnya volt. Jaj.
Az annyira undorító volt az az ulti. Hátrafelé. Jó, hát végül is nem volt rá szükség. Úgy gondolta az Ezreal, hogy nem kell ide ulti. Pű, dobjuk ki a francba. Dobjuk el egy olyan irányba, ahol tuti nem találunk el senkit. Na jó, ordogassunk körbe. Tegyünk úgy, mintha értékes supportok lennénk. Ne. Amúgy meg a Sivana ott van a pirosnál. Na, ja, én mondtam, ott volt a piros környéken, és úgy ment midre. Kis térképből lehetett látni. Ez hogy van? Miért osztatnál megölni? Köszönöm. Tehát így... Meddig tart egy fél HP-s Leunát megölni? Ez azért... Ilyen sokáig szerintem azért nem. Igen, azt mondod? Sárkányozzunk? Akkor sárkányozzunk. Nem, majd én letankolom. De csak ennyit. Többit már nem. Te valóta, azt úgy fejezd már abba. Tehát oké, hogy a harmadik Ezreal az elfeledett harmadik Krug. Krugot játszik az Ezreal. Végülis hát jó, hát mindenki valamilyen szerepet játszik az életében. Az Ezreal most úgy döntött, hogy ő nem Ezreal akar lenni, hanem nem AD Carry Ezreal akar lenni, hanem harmadik Krug. Vagy Kurg, vagy hogy kell ezeket kimondani? Krug. Azt hiszem Krug. Miért állok meg? Álljunk meg. És nem merem azt mondani, mint a múltkor. Mert múltkor is elszóltam magamat, és akkor a lúz volt utána, mint az állat, úgyhogy inkább nem szólok meg. De szerintem tudjátok, amelyik játékra gondolok, arra, amikor a Xing Zhao hozott egy healt a smite helyett. És ott is mondtam egy mondatot, és a végén bevált. Úgyhogy inkább nem mondok semmit. Sőt, nem is kellett volna mondanom, mert az előbb ott volt az S. Sőt, itt is van. Úgyhogy elég csak rá gondolnom a dologra, és látjátok, már is megjelenik. Jobb lesz, hogyha elvardolok így errefele. Az lesz a... Jó, ezt most kimondom, de az lesz a poén, hogyha ez a level 3-as S fog minket megölni. Most te mire szándékozol? Mi a cél? Nem akarunk amúgy fölmenni midlane-re esetleg? Tehát ilyenkor mondjuk tök jó lenne fölmenni midre. Tehát az lenne mondjuk a leglogikusabb, hogy hátoldalba támadni az Oriannát esetlegesen. De igazából nem. A Jax meg lebuktatta magát. Amúgy érdemes a térképet nagyon-nagyon nézegetni, srácok, lányok. Tehát a supportok vagytok, és supportolni szeretnétek megtanulni, hogy először is figyeljétek a térképet. Tehát a szemetek az általában mindig a térképen legyen. Szerinted? Az jó volt. Én itt vártam. Én itt vártam, mint a jó gyerekek, hogy történik valami. Na, de legalább elkaptam az Oriannát.
ritka pillanatok egyike. Te Jasó, amúgy van három bogyom, szeretném azokat ugye elnyomogatni. Hoppá! Nem? Az Eleona már 10-es. Azt a... Asha nénit azt meg úgy el kéne kapni, hogyha már itt ott úgy egyedül hagyták. Esetleg, talán. Mindegy, rossz inkább megyek haza. Aztán veszünk egy kis tankosságot. Az jó lesz, az jó lesz. Hát ezt megveszük, aztán majd eldöntöm, hogy mit csinálok belőle. Hogy kesztyűt veszünk, vagy... Ez kicsit korai volt ez a smite, én úgy gondolom. Ez fantasztikusan jó volt. Nem. Nem az enyém lett. Öt ember. Jax, te még számolni se tudsz. Az csak négy volt. Idióta. Minion. Lehet Alistarra jobban jártunk volna, hogyha azt hozok. De mindegy. Kár, hogy nem gyorsabb az autóatakom. Egy picivel. Nem sokkal, csak egy picivel kéne gyorsabbnak lennie. Nagyon mindjárt jön a következő sari. Csak szólok. Na, Wasabi, várjál! Csém. Nem. De most már jó az attack speed-em. Na, nem akarsz hátrébb jönni? Na, a Dariusunk, mint hogyha elkezdett volna valamit alkotni. Megtalálta az erbetit. Tudom, nem ide kéne feljönnöm topra, hanem az ADC-met kéne megvédenem, de... Nem mész sehova! Most elfelejted. No, 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 hát... Hát kérem szépen, a mi ez? Ward? Nincs ward? Oké, nincs ward. Kicsit még hátrébb megyek. Mondjuk ide, és akkor itt megyek haza. Talán ez a bokor nem wardolt. Vagyis hát már bízunk benne, hogy nincs benne ward. Bár ahogy eddig nézegetem, egy ward se lehet ott gazdára, itt toppon. Na mindegy. Akkor megvesszük ezt, aztán majd kiderül, hogy mit csinálunk belőle. Ugye többfajta lehetőségem is van, vagy a jégkesztyűt veszem meg, vagy a fagyos szívet, esetlegesen megveszem belőle a zekét, ami mondjuk annyira nem is lenne rossz döntés, vagy az igazi csőséget, ami meg ugye boostot ad, hogyha megnyomom. Tehát az sem lenne rossz, bár mondjuk én ezen gondolkodok. Kicsit alpésítani magamat. De Darius, te tudsz-e onnan úgy menni? Szerintem. Pedig az mekkora szép lett volna, hogyha tovább jön. Te figyelj már!
Már egy olyan érzésem, hogy az itt nem lesz jó. Nem. Hát az esze az igen, az afkót, igen, azt nagyon jól látod. Miért mentem oda egyáltalán, így azt nem értem. Tehát mit akartam én ott? Segíteni a Dariusnak, de minek, amikor volt neki 10 HP-ja? Tehát ott mit akartam segíteni 4v2-ben? Na mindegy. Erre a kérdésre sose tudjuk meg a választ. Igazából valószínűleg, hogy segíteni akartam neki, csak... Csak mégsem jött ki úgy a lépés, ahogy kellett volna. És de meg nem fog felérni. Pedig fel kéne. Az gyönyörű volt. Ezreal, gyere felém. Próbálj meg felém jönni. Az egy number one hook volt. Arra nem beszólni, jó? Az egy minőségi hook volt. Amit leműveltem, jó? Az egy elterelő hook. Az egy elterelő hook volt. Semmi más nem volt az. Hagyj békén a nagy miniont. Vagy legalább egy miniont hagyjál békén, jó? Jó kis attack speed-es splitscrank. Legalább még kis tankoltam volna. Hát kár volt az a flash, sajnos. Na nézzük, sikerül-e nekik alkotni valamit? Sikerül nekik alkotni, nagyon jó. Szerintem hagyjuk azt a... vagy hát nem igazából, hogyha a nasort elvisszük, akkor igazából bemeltünk valamelyik lére, aztán végigpusolhatjuk az egészet. És akkor nyerhetünk gyorsba. Ami mondjuk nem ártana, hiszen az Ashe, hogyha... vagy Ashe, vagy mindegy, tehát hogyha sokáig húzzuk ezt a játékot, akkor iszonyatos módon meg fog az erősödni, és a legerősebb ADC közé tartozik late game-ben. Azért nem szabad amúgy őt alábecsülni. Tehát oké, hogy egy papírka ADC-ről van szó, de a legnagyobb sebzést azt ő tolja ki, ha hagyják. Tehát ha meg van védve, akkor annak a vége. Akkor az lehozza a játékot. És nem is egy bonyolult karakter amúgy, tehát rémegyszerű a kezelése is. Mégis Ashe-val egyetlen egy dolgot kell megtanulni, tehát dodzsolni. Tehát azt megtanulsz, mindent kidodzsolni, kájtolás művészetét, illetve a dodzsolás művészetét megtanulod. Onnantól kezdve megállíthatatlan vagy. Meg ugye szerezned kell magad mellé egy jó supportot, aki iszonyatos módon meg tud védeni bárkitől. Meg bárkiktől, bármitől. Szóval akkor jó lesz. Ott lent ott eléggé sokan vannak amúgy. Én szerintem. Hol vannak a többiek amúgy? Tehát én arra lennék kíváncsi, hogy az Ezreal az például hova tűnt? Tehát itt volt mögöttem. Nem? Ezek szerint nem mögöttem volt. Tehát ezek szerint akkor nem erre jött az Ezreal, így mi legyenesen velem együtt, hanem elment egy körbe, mert miért ne? Tök logikus volt. Jó. Mindegy. Jó, én is hibás vagyok, mert mi a francia megyek be a torony alatt. Tehát nekem is van, hogy figyelnem kellett volna a térképet, hogy az Ezreal az errefele jön. Nekem pedig nem erre kellett volna jönnem, és akkor kész. Tehát ezek szerint akkor nem támadunk. Végül is minek. Hülyeség. Főleg, hogy van borombuffunk, tehát miért is támadnánk, nem? Na jó. Akkor mi kéne? Hát azért veszek egy ilyet is.
Aztán ráteszem az ezrére talán. Öcsém! Sose volt, tehát sose volt érzékem ahhoz, hogy a Q-t így kitapasztaljam, hogy annak mekkora is a range-e. Valahogy a Thresh-nél, meg a Nautilusnál ott tudom. Ott érzem, hogy hol van a maximum range-e annak a hooknak. A Blitzcrank-nél nem tudom. De tényleg, valahogy ott nem érzem. Na, kihúzom. Amúgy tényleg nem akarunk pusholni, vagy bármit csinálni. Tehát tök jó, hogy itt szedegetjük a baronokat, meg a sárkányokat, de úgy nem nagyon érzem, hogy bármit is művelnénk. Tehát, hogy így haladnánk így előre. Tehát úgy érzem, mintha így elértünk volna egy pontot, és így cső, és így megálltunk. Jó, elkezdek azért pingelgetni a többieknek. Hátha lesz valami értelme neki, amúgy ezért, tehát így tehát el is most eljátszik nekem az assassint. Ez a bálok egyedül a bokorba típusú AD-kerik. Nem értne. Ezt öld meg. Légy oly kedves. No, jön valaki? Nem jön senki. Hát itt elrepült egy madárka, ott repül, megnézték, hogy van-e kékünk. Amúgy jó lenne valamit alkotni, de amúgy tényleg. Nem erre gondoltam. Vicces, vicces, vicces. A Leona túléli. A Leona ilyen túlélő. Ja nem, mert az Ezreal-nek valamilyen úton módon sikerült eltalálnia. Üssétek már ezt a tornyot, köszönöm. A Jax az miért split pushol amúgy? Meg a Darius. Miért tökölnek a dzsungelbe? Tehát miért nem jönnek ki ide a lane-re, és miért nem pusholjuk meg a midet? Nem nagyon értem én ezt. Hogy mit csinálnak ezek ketten? Milyen taktika szerint játszanak? Megszellőztetem meg, nem, ezzel szellőztetem meg, igen, a hónaljamat a Blitzcranknál, a Robot K-nál. Hát pusolnak a toppon, de amúgy nem kéne együtt állnunk, hallod? Úgy, tehát szellősen, mert pont az, hogy eltalál minket a Leona, és akkor volt puszi, pál meg minden. Ha van az enemybe egy Leona, sosájatok együtt. Tehát legyetek közel egymáshoz, de nem egybe. Tehát nem kell a másiknak a popójába bent állni. Mert az hülyeség. Kaptok egy Leona ultit, az kész vége, meg is haltatok. Öcsém! Igen, most megyünk, most. Na, no, menjetek, nyomjátok. Ne így ne. Addig a Jax-el hozzuk a izéket, a minionokat. Meg szellőztetem egy kicsit a hónaljamat. Na, gyertek már.
Fejezzük be ezt a játékot. Jó, hogy nem volt N. Miért nem voltam úgy N? Silence-ben voltam? Vagy lehet, hogy, lehet, hogy voltam, csak nem vettem észre, hogy felütöttem a azért. Sorry, Annát. Mindig lehetséges. Vagy felütöttem a Minion-t. Na ezért undorító az S Leona kombó. Level 6 után. Iszonyatosan erősek ám olyankor. Tehát a Leona az tehát a legjobb ilyen páros. Tehát a Leona S meg a meg S, S Brom kombó is valami iszonyatosan durva. Tehát ez a kettő support, a Leona meg a Brom, az olyan szinten meg tudja védeni az Ashe-t, hogy az ami hihetetlenül undorító. És ugye nem értek hozzá, tehát nem tudjátok izé elkapni az est, és ő meg ugye szét, tehát ugye ki tudja tolni magából azt a damage mennyiséget, amiben simán bárki belehal. Cső. Kis tánci. Nem, hogy jöhetnétek. Szerintem. Esetleg, talán. Alkotni valamit. Valami gyönyörűséget. Mert így eléggé sokan vannak ottane. Miért bántod azt a vardot ilyen erőszakosan? Szerintem lebuktunk. Ez így nagyon jó volt, és figyeljétek meg, nézzétek meg a teamfightot, mi történik. Az S hátulról mindenkit megöl. De annyira, hogy ez tényleg, tehát ezt a képet, az előzőt, azt le kéne fényképezni, és látnátok azt, hogy miben rejlik ennek az ADC-nek az ereje. Az, hogy egyszerűen nem fér hozzá senki, és hátulról szétszed mindenkit. És ezért undorító. Tehát megveszed vele az Infinity-t, meg veszel hozzá critet, attack speedet, és vége. És mindenkit szétszedsz. Ja, meg mondjuk armor penetration, meg egy kis mondjuk egy dead dance. Hogyha mondjuk olyan az ellenfél, hogy kell egy kis vérzés. Akkor igen. Akkor azokat még bele lehet építeni. Meg ugye a Guardian. Ha tényleg az van, hogy azért nem ártana. Tehát mondjuk így a vége játék fel, amikor úgy érezhetően előfordulhat, hogy meghal az AD carrying, akkor igen. Tehát most így nem tudom, kire rakjam én ezt, mert az Ezreal az sosincs velem. Most rakjam olyan sóra. Na, majd valakire rárakom. Majd a harc lesz. Majd aki megérdemli. És ezek elvitték a baront, igen, és most náluk van, tök jó. Tehát amúgy mit csinál az Ezreal-ünk? Tehát hova a francba farmol? Tehát nem értem. Mit akar? Mi célt szolgál? És ez komolyan? Szerintem itt ezt nem gondoltátok komolyan, srácok, hogy húzzunk el innen, de nagyon gyorsan. Főleg így. Top. Nem toppon, boton. Hát itt vagyunk boton négyen. Szerintem elírta. Mondjuk a T-betű eléggé messze van a B-betűvel a klaviatúrán, de mindegy. Lehet valami egyedi klaviatúrája van, és egymás mellett van a B meg a T. Á, Istenem.
Igen, azt az esít, hogyha azt ki tudjuk szedni, akkor onnantól kezdve vége van. De ez ugye nem a mi feladatunk lenne, hanem mondjuk egy assassiné. Tehát egy assassin, hogy ráugrik az esire, akkor onnantól kezdve vége van. Mert hogy én nem fogom tudni kiszedni, az is biztos. Na jó, megkapod. Mert ugye van esze, és nem jön közel. De ne menjél már fel, hát maradjatok itt. Na. Azt onnan nem szedjük ki. Azt onnan nem fogom tudni kikapni. És ne álljatok már egybe. Hát Istenem. Úgy. Na, megvan az Ashe. És tudjátok, miért van meg az Ashe? Mert a Dariusnak volt esze. A Dariusnak volt esze, és elindult az Ashe fele. Tehát senki más nem indult el felé. Jó, mondjuk nem is nagyon jutottak át, tehát... Igazából nem is tudom, hogy mivel lehetne átjutni. Tehát nincs is olyan karakterünk, tehát a Jackson kívül, aki tud ugrani, meg a Yasuo, hogyha elultizik, azon kívül nem nagyon tudunk bemenni. Na, húzzatok el innen. Jó, mindegy. Én megpróbáltam mindent. Srácok, lányok, ez lose. Ennek itt vége van. De öljétek már meg azt a Leónát, hát mit szerencsétlenkedtek. Öcsém. És most kéne pusholni, igen, most meg kéne indulni. Nem az, hogy top meg bot, hanem minden szépen így. Egyenesen, nyíl egyenesen. Nincs se Leona, se Sivana, egyedül az Orianna fogja tudni. És hova megy a Jax? És hova megy a Jax? Beszedi a pirosat. Miért ütik azokat a redvás minionokat? Tehát üssék már be azt az inhibitort. Meg segítsetek annak a Yasuónak. Ja nem, nem kell, mégis minek. Istenem. Nem akarsz segíteni? Darius bácsi. Ellelépek. Nem old meg egyedül. Ha eddig nem segítettél, akkor... Hát a vérzés az nem vitt el. És most pusolnak, mint az állat. Kéne egy kis Magic Redist. Az nem ártana. Sőt, egy Iron Solari kellene. Minionokkal, ami simán betörik. Tehát ezt így ketten nem fogjuk tudni levédeni. Nem, ennek így vége. Itt van amúgy az Ashe amúgy, de mindegy. Mégis harcoljatok a tankokkal. Nem? Tök logikus, nem? És srácok! Na, 5 győzelem, 5 vereség. Kíváncsi vagyok, hogy hova fog bedobni a rendszer. Hát ez így. Ez fantasztikusan jó game volt. Annyira jó volt. Tehát ennél jobb nem is lehetett volna. Imádom. Őszintén, itt senkit nem fog honorálni. Ez nem. Hát itt nem érdemes. Ha 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 ha
Isten királyság ez a játék. 5 győzelem, 5 vereséggel, úgyhogy plat 5-be végeztem szezonzáráskor, gold 2-be visszacsúsztam. Tehát szezon 7 végét ugye plat 5-be voltam, gold 2 voltam, mikor vége lett a preseasonnek, és ugye restartolták az egészet, és 5 win, 5 lose-zal, silver 3. Fantasztikusan jó ez a játék. Na, srácok, lányok, így rankedezzetek én szerintem. Úgyhogy én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én Szója voltam, legyetek jók, igyatok sok tizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. Ne játsszátok ezt a játékot. Semmi értelme nincsen. Na, sziasztok!